a saját bőrömön olajjal szoktam kezdeni, mert egy kicsit azért száraz, meg hámlásra hajlamos. Picit csepegtetek rá, és elkenem a kezemmel. Az olajból nagyon keveset kell használni, mert nagyon fontos, hogy ne csúszson el rajta azért majd az alapozód, de egy kicsit azért jobb állagúra hozza a bőrömet, és hogyha kontúrozó, könnyebb eldolgozni a kontúrt is rajta. A kedvenc termékeim közt találkozhattok a két primerrel, amiket nagyon szeretek, az egyik a H&M, a másik a Paris Berlin. A primer azért nagyon jó, mert hidat képez a ráncok felett, illetve kisimítja a bőr egyenetlenségeket. Ezen kívül tovább mattan tartja a sminkedet, az alapozást, és tartósabb is lesz. Ezt új begyel szoktam egy keveset felvinni, csak annyi, hogy ebből sem szabad túlságosan sokat. Esküvői sminkhez mindig Paris Berlin alapozókat használok igazából, mármint hát nyilván fiatal lányoknál. Érett bőr az más kérdés, de egyébként a Paris Berlinnek 4 árnyalatát szoktam megvenni. A legvilágosabbat ez a nullás, a legsötétebbet az 5-ös, és két köztes árnyalatot, egy sárgásat és egy rózsaszíneset, a 20-as és a 2-es, a 2-es a rózsaszínes, a 20-as a sárgás. Ebből a 4 árnyalatból bárki bőrére ki tudta keverni megfelelő szint, akár sárgás, akár rózsaszínes, akár agyonszolizott, akár hófehérke, mint én magam vagyok. Én a 0-ast fogom használni egy kabuki evanálcsás segítségével. Azért szeretem nagyon, mert vékony rétegben is nagyon jól fed, vízálló, így a 40 fokban a mennyasszonyoknak is kiváló választás. Nem nagyon tudsz vele maszk hatást elérni, amitől egyébként nekem herótom van, úgyhogy ajánlom bátran. Anastasia Beverly Hills krém kontúr kit és egy unikornis kontúrozó ecsetet fogok most használni. Egy H&M bronzosítót fogok használni, egy highlighter ecsetet, ami egy unikornis ecset, és egy Kriolan transzparens púdert. A világos részekre a transzparens púdert, a bronzosítót pedig a sötét részekre. Kedvenc termékeim között szerepelt még az Evonától a szemöldök zselé, amit én nagyon-nagyon szeretek, mert nagyon könnyedén siklik, jól fog, határozottan lehet vele rajzolni, és nagyon tartós. Ehhez egy Evonás szemöldök ecsetet használok ma. Why do I, baby, why do I, why do I, baby?
meg egy kriolános korrektor, én a D1V árnyalatot fogom használni, a legvilágosabbat. Mert hogy én hófehérke vagyok, ez van. Minket. Van a Heannak a My Favorite palettájából egy, a 701-es Romantic Evening in Paris, romantikus éjszaka Párizsban nevű palettája, amit egyébként szerintem kifejezetten menasszonyi sminkekre találtak ki, mert annyira nagyon ideális. Van benne egy sötétbarna, egy ilyen padlizsános lilás szín, egy mattfehér, nagyon fontos, hogy matt, mert ritka a mattfehér, egy rose gold, ami nagyon népszerű, meg egy ilyen bézses, barnás, virágos barnás, nem is tudom milyen szín ez igazából, de az egész összeállítás szerintem tökéletes mennyasszonyokra. Ezt fogom ma használni, különben hasonló, mint ez a szín, a 823, talán egy kicsit az intenzívebb, hogyha külön veszitek meg, lehet kapni így egyesével és mágneses palettába helyezhető, vagy pedig összeállítható palettába helyezhető. Ez a 823-as Rose Gold a kedvencem mennyasszonyokra. De ez a paletta is nagyon jó, de látni fogjátok mindjárt a sminkemen. Evan a Precise Blending Brush-t fogok használni, és ezt a padlizsános szín háttérnek körbe, a mélyítő vonalamba. Kriolan D1V és egy van a korrektorecset. Van a short shader, és visszatérünk a paletta legvilágosabb színéhez, a fehérhez. Precise shader, Evana és padlizsán szín a Heian palettából. N174-es kecskeszőr kúpecset a Heantól, Lancrome, és barna a Heian palettából. Shader, és a 823-as Heian. Jöhet a csillám, Benai Glitter Blue, egy játszós ecsette, meg egy kis csillámporral. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away.
smoky ceruzát fogok használni, illetve a kedvencem a Wildcat félces tus, amit nagyon tartós és nagyon szép könnyedén lehet vele szép tusvonalat húzni. Esküvőn mindenképpen szükség van egy vízálló szempillaspirálra, ez is egy Heanos, egy luxury. Láthatjátok előtte és utána? Előtte? Utána? Hát én úgy döntöttem, hogy én nem teszek magamnak most műszempillát semmiképpen, mert ez eléggé. Viszempillát egyébként mindig a Duo ragasztóval rakok fel, mert szerintem ez a legjobb, leggyorsabban száradó és a legtartósabb, illetve tincses viszempillát szeretek rakni a menyasszonyoknak, ezt is megtaláljátok webshopomban. Egyébként én most így nézek ki szempilla nélkül, a Heanos spirállal. Mennyasszonyok, ne ha lájtosban akartok nyomolni highlighterrel, akkor nagyon jó választás ez a paletta a Heontól. Egyébként a highlighterét is szeretem, meg a rose goldos pirosítóját is nagyon. Azt úgy valahol ide szoktam rakni, keveset. Fölé pedig a highlightert. Ez az általános szint, ami mindenkinek tetszeni szokott, ha rácsillan a fény, akkor szépen mutat nagyon. Ha pedig ki akarjátok szúrni mindenkinek a szemét, és nagyon akartok ragyogni highlighterrel, akkor az Evanálnak az illuminátorát javaslom. Mindjárt megmutatom, hogy miért. Why do I, baby, why do I love the way you are, we always leave me. Why do I, baby, why do... Csak óvatosan. Hogyan látható? Viszont ez azért már csak a nagyon trendi menyasszonyoknak, akik Instagram bolondok. Javasolt nagy mennyiségben, kis mennyiségben persze bárkinek. Még egy nagy kedvencem a Heantól a Sparkling Dust, ami ilyen arany csillámló porocska, amit igazából lehet testre is használni, arcra is használni, rakhatod a sminkre, smink köré, highlighterre, igazából ide a dekoltásra is a mennyasszonyoknak nagyon sok mindenre jó. Én most egy picit fogok rakni a szemsminkem alá is. Hát nem tudom, videón át mennyire látszik. Egyébként ilyen por, próbálom pacsmagolni, hogy látszódjon. Nem tudom, mennyire. Imádom. Mert természetesen ilyenkor, hogyha a mennyasszonyok megengedik, fogok egy nagyobb becsetet,
És ide is szoktam rakni. Meg a dekoltásra, ugye, ha mennyasszonyi ruhából kilóg, ez nagyon szépen tud kinézni. Hát most nem tudom, hogy a fény milyen videóra venni, ez nehéz, de hogyha kimegy a napfény, mert mennyasszony annyira gyönyörű. Ezen kívül pedig nagyon tartós száját az evanamat rózsokkal szoktam elérni egyébként. Leszedhetetlen, szinte fáj leszedni, úgyhogy mindennapos használatra annyira nem is javaslom, mert kicsit kikészíti a száját, de egy esküvőn nyilván megéri, hogy gyönyörű szépen fölmaradjon. Egyébként könnyű felvinni, erősen pigmentált, gyorsan fog és nagyon tartós. És végül az elmaradhatatlan fixálóspray, a kriolánosat is nagyon szeretem, meg a halánosat, és most én ezt fújom magamra, mert ebben van most több. Egy 20 centiről. És kész is. Ha tetszett a videóm, iratkozzatok föl csatornámra, egyébként pedig most nyerhettek is a videómmal, hogyha megmondjátok a kommentben alul, hogy melyik volt a kedvenc terméketek a bemutatottak közül. A felsorolt 15 termék közül tudtok választani, osszátok meg a videómat Facebookon, és kommenteljétek a videó alá, hogy melyik tetszett a legjobban. A kommentelők közül pedig ki fogok sorsolni egyet, aki ajándékba kapja azt a terméket, amit választott. Remélem tetszett a videóm. Gyertek vissza máskor is!